Na, és akkor jön a csatornás pálya. Just an excellent start to the evening. Up to my knees in crap, and I don't know where to go. Okay. What a pleasant surprise. Down in the sewers. It's like a dream. Vagy még kétszer magyarázd el, hogy csatornában vagy éppen. Ah, pajzs darabok, oké. Hallottam valamit. Ja igen, a híres farropattanós, az Orion játékoknál a farropattanó lövedékek azok itt is visszatérnek. Aztán ugye a cseheknél ott volt a követő rakéta, itt majd lesznek a patkányok, amik rohadt idegesítőek lesznek. És néha van olyan érzésem, hogy hiába tisztította meg egy pályát, a másik oldalon újra visszateremnek, tehát kicsit Mortír is így visszakapcsol, hogy rohadjon meg. Meg aztán itt az AI olyan köcsög meg rohadék tud itt lenni, hogy... Na, itt a patkányok. Itt vannak. Itt vannak, és jó magad alá kell nézni. Különben, izé. Egyébként nem támadnak, hogyha gyorsan kiiktatod őket. Tehát a patkányok, ők az egyetlenek, akiket normálisan le lehet szedni. És akkor azt hiszem valahol itt lesz egy olyan pálya, ahol konkrétan szellőzőre csőbe kell bemászni. És érted, googolás módban a patkányok meg se támadnak. Egy fura. Egyébként meg ott van a vámpír protka, aminek az a lényege, hogy egy kicsit az életenergiánkat visszatölti. Igen, és speedrunosoknak előny számukra, hogy ez a mész előre és valamelyik oldalgombot nyomod. És pluszban nyomod az ugrást, akkor egyszerűen így lehet izéni. Így szökelni. Viszont egy a probléma, láthattátok, a tipikus Mortír, hogy hiába tisztította meg ezt a részt, visszateremtek az ellenfelek, úgyhogy ez nagyon gáz. Itt már voltam, és megint itt vannak. Ja, és egyébként lehet látni azt a nagyon dizájnos hadot a bal alsó sarokban, ugye a piros az életerőt mutatja, és a szürkével jelzi a pajzsot. Ez még oké. Okay. 200-ig maximálisan tolhatjuk. Viszont a játékban, hogyha 100 fölé kerül a HP, akkor overdózisnak számít, és magától elkezd visszafelé csökkenni. És van egyébként egy cucc, egy titokban elhelyezett, és egyszer vehető fel egy radioaktív táska, amivel 400 HP-t lehet, de mivel ez overdózisnak számít, ezért vissza fog magától csökkenni. Aztán természetesen még ha 200 fölé is viszed, akkor is nem lehet ott tartani egyébként. Né, a pajzsot korláton keresztül el tudtam venni. Ezt máshogy fogom megtalálni. Aha, így fogom megtalálni. Szóval ide kellett jönnöm. És akkor itt. Én rohadtul nem találtam meg ebben a rohadt sötétben. De ez a lényeg, hogy ide föl kell mászni. És itt kell tovább menni. Nem tudom szétszedni. És akkor itt le. Ego nem tudom felszedni azt a protkot, mert már egy szinten lejjebb kerültem, úgyhogy onnantól kezdve azt már nem fogom tudni felszedni, de nem is érdekes. Ah!
Ah, meg lett a következő ütőfegyver, a másik, a B-Boss ütő, de maradok a húsos bárdnál, mert az relatíve sokkal erősebb, mint a többi. És akkor azt hiszem itt a pálya vége. Nem. És ha nem vágod a patkányokat a Lali videójából, akkor nyilvánvaló majd kérdezni fogod, hogy mi a rosszabb kezdett el engem sebezni, mert észreveszed, hogy a semmi sebez. Ó, oh, megvan a protkó. Hú, de hülye vagyok. Meg hát ha jó fül lesz, akkor lehet hallani az örej hangokból, hogy a léptekből, hogy jön valaki mögötted, illetve természetesen a patkány ugye ciripel. Na, ott van a vámpír fog, Dracula foga. Ez ugye azt csinálja, hogy ez egy HP regenerátor, és ugye 4 van nálunk. És ugye ezt ugye tudjuk tölteni. Ez főleg majd a későbbi pályákon, amikor a purgatóriumban leszünk, akkor lesz nagyon szar. Most hát akkor lesz inkább nagyon szükség rá. És ráadásul ez olyan regenerátor, ami magától így növekszik föl. És ugye ezt később valamiért jobban ki tudták dolgozni a csornajametkában például. Ott jól volt megcsinálva, illetve természetesen ott kétfajta regenerátor is volt, egy pici, meg egy extrém regenerátor, illetve természetesen azt hiszem a jó... Ja, tényleg ott Dead or Alive-ban nem is volt, mert ott instant töltödött vissza magától az HP. Csak igazából mindig itteket lehetett gyűjtögetni. Igen, a betöltések azok ilyen lassabban működnek, de azt hiszem az ízében is így volt, a második részben is így volt, a Stalin's Away 2-ben is így volt. Ja, de ilyenkor nyomsz egy italt, egy vizet, vagy valamit, amit tudod bírni a strapát, és akkor felkészülhetsz a következő pályára. Itt valamiért kaptam egy kék filtert, holott meg nem világít be semmi. Tehát ebből is látszik, hogy kék színű az égbolt az éjszakában. Ja, és igen, kint vagyunk az utcán. Az ilyen parkban. Nevertheless, no flowers is a disappointment. Anyway. Egyébként nem is kell kattintgatnom a jobbklikkel, hanem egyből lenyomom és egyből vágdos, úgyhogy nem is kell kattintgatnom. Ó, és itt vannak a fegyveres szolgák. MP5-össel kezükben. Hát az rossz ötlet volt, hogy most közelharciban neki megyek. Jó, innentől kezdve elindult a lövöldözés. Mondhattok, amit akartok. Ja, közben meg felvettem egy revolvert, ami a legerősebb pisztoly egyébként. Pisztoly kategória, de nem fogyasztja ugyanazt az ammót, amit az US, a Walther PP. Meg a hangtompított pisztoly igazából egy US szokom. De érted, ugyanazt a pisztolyt zabálja. És akkor itt van az MP5-ös. Ami engem irritáló az egészben, hogy oké, szépen meg ki van dolgozva, hogy néz ki meg, hogy tölti újra meg ilyesmi, csak ne lenne ilyen kibaszott lassú. Kurva lassan tölt. És nekem ez a halálom egyébként. Jó, visszatértem a puliba. De közben meg a kést is megtaláltam. Az olyan szépen megvárja, ne? Látja, hogy ó, ezek lövöldöznek, nem megyek a közelükbe. Hát akkor nyertek. Lehet látni, hogy a húsos bár sokkal erősebb, mint a izé. A kés. Hopp, hol a kutya? Hallom a kutyát.
És érted, itt már voltam, és már megint beteremnek mögém. Hát ez fasság. Ez kibaszottú fasság. És igen, ahogy a izében is volt az első Stalin Subway-ben, van ott egy olyan fajta pisztoly, ami alternatívban 5-ös burstot használ, és konkrétan 5 golyóval ki lehet iktatni a lövöldözős ellenfeleket. És ez itt is működik. Hát nyilván innen vették át az alapot. Hát valami, a lövöldözős ellenfeleknél úgy működik viszont. A zombiknál elegendő a dupla hentelés, hentes bárddal. De egy-két zombi meg úgy hörög, mintha kutya lenne a közelben. Aha, itt vannak az MP5-ösök. Aha, és akkor itt van a voodoo baba. Azért, hogy egyébként ellenfelet sebez. Egy ilyen rontást küld rá, ami 70% sebzést ad le az ellenfélnek. Na ebben mondjuk izé, 3 kellett. Régebben még 2-t adtam le neki. Ja persze, fönn vannak, hát nyilvánvaló. Ja meg egyébként az MP5-össel távolra is lehet lőni vele. Jó, hogy pontosabban is lehet távolra lőni. Jó, csak a pisztolyt tudtam begyűjteni tőle. Aha, itt fal van, innentől kezdve fal van. Oké. Random Nöstin screaming sound effect. Arra kell tovább menni, nyilvánvaló. Jop. Ott a Hexley felirat. Na. Ups, véletlenül C-t nyomtam meg, holott meg a kontrollra kell googolni. Meg egyébként nincs teljesen legugolás. Ilyen, tehát a toggle, hanem a holdos modifikáció van itt. Csak akkor google, ha nyomva tartom, akkor ha elengedem, akkor újra feláll. Mármint a karakter. És akkor ott van az elvetemült Hexley. Meg aztán itt nagyon bevállalósak voltak az oroszok, és akkor tele vannak ilyen szép női képekkel. Később majd pucérok is lesznek majd a játék folyamán. Aki látta a bemutatót, az nyilvánvaló, ez nem fog csodálkozni. Tehát itt még ruciba vannak. Itt meg valaki ideokádott. És igen, ez volt a pálya vége. Konkrétan interakcióba kellett lépnem vele. De az is lehetett, hogy csak hozzáérek, de... biztos, ami biztos. Volt a nyomornegyed. Meet me. Tehát volt a nyomornegyedes, tehát volt az a nyomornegyedes, akkor volt a csatorna, akkor a csatorna után jött az a park, és most vagyunk itt ennél a résznél. Szóval ez még csak a negyedik pálya, azt hiszem van 20. Még. Szóval akkor van vége, amikor a pokolba kerülünk. Oh my, what a mess. I seem to be late for the party. And thank God.
és azt hiszem az első öt pálya, ami így zombikkal van tele, és akkor onnantól kezdve csak lövöldözés lesz, és az hú, az lesz, az nem lesz jó. Na, ez egyébként ez a szimbóluma a szektának, ugye a New Dawn-nak. Crack Cola. Haj, harek! Ott van valami a falon? Hú, de nagyon szugerálod. Megnézem. Ah, gondolom ezt a nagy kék csíkot nézed. Hát igen, ezt én is nagyot nézem, hogy mi tudott ekkora kék csíkot hagyni maga után? Jó kérdés. Új, bocsi, ne haragudj. Nagyon szugerálod azt a vakolatot, ami ott kirepett. Ja, és így megállás nélkül így fölkapod a dolgok, mert annyira tele van vakolatokkal, meg mindenféle objektumokkal a pályák, hogy egyszer csak így random a feliratokat olvasod, és akkor derül ki, hogy ja, éppen most felvettem egy lőszert, vagy egy életet, vagy pajzsdarabot, vagy izé kulcsfontosságú cuccot. Ezen keresztül még át is tudok látni a villódzás miatt. És azt mondom, ez inkább grafikai hiba, és szerintem a modern oprendszeres fassága. Nem komálja a modern oprendszereket. Windows 7 alatt éppen hogy tud futni. Ó, itt a tudósok izé harcolnak. De gondolom ez valami izé, meg kár, hogy nem írja ki a pályák nevét a játék, de gondolom, hogyha csinálok egy mentést, tegyük fel, elmentem eztet. Ja, el kell fogadni így. És amikor el akarom venni, akkor a slot 1, Hexley kúriájának alaksora, akkor írja ki, hogy konkrétan most hol az Istenben vagyunk. Illetve van ez a gyors mentés, automata mentés. Az automata mentés az mindig a pálya elején kezdi, akkor van ugye a slot 1, amit én manuálisan lementettem, illetve a gyors mentés azt mindig itt találjuk meg. Ennyi. Szóval most a Hexley kúriájá belül vagyunk. És az a baj, hogy itt pisztolyokkal támadtak vissza, tehát nyilvánvaló, itt még semmi nem lesz. Aha, itt lehet, hogy tovább kell lenni itt levele, lefele. Ah, és még a normális tudósok is visszatámadnak, az nem jó. Valamiket fölvettem. Lőszer. Egyéb dolgok olyan gyorsan. Aha, ez egy Colt Piton volt egyébként a revolver. Igen. Mert meg kell hagyni, hogy itt még legelőször ugye itt minden fegyverből be tudtál gyűjteni, és akkor később volt ez a baromság, mint például a Stalin Subway 2-ben, meg azt hiszem az 1-ben is, hogy egy kategórián belül ugye cserélgetni kellett, mert valamelyiket nem tudtad magadhoz venni. És ami a Bloodban volt, és egyébként hasonló. És mi van, hogyha az oroszok onnan vették át az ötletet? Akkor... Mert egy-két helyen nagyon észlelek ilyen hasonlóságokat. És akkor gondolom, hogy akkor itt lifttel vissza lehet majd jönni. Oké. Okay. Ohohohohohohoho! A gépkutya. Cerber. Usz nélkül. Ja, és igen, lepattannak róla a dolgok. Ó, talán mondjuk nem kéne lőni. Várja, visszatöltöm. Próbálom így csinálni. Oh!
belépőkártya kell. Nyilván a Cerberusnál van a belépőkártya. Vagy bocsánat, Cerbernél. És az a baj, hogy csak egy cucc lehet nálunk aktív, tehát hogy a protkót és a izét használva az nem jó dolog. Már nagyon lassan kezdett el gyalogolni, tehát nyilvánvaló, hogy legyengült. Ja, és ha fölugrak a korlátra, ergo konkrétan megadta magát. Valami olyasmit olvastam. Vagy, ja nem, az az izében volt a Land of the Dead-ben, és onnan vették át hasonló modellt. A izé volt mi, az már a... Ó, az FOV megváltozott egy picit. A mi volt már, Lali mutatta be, Bloodlines. A Bloodlines, ami ugye... Próbáltak egy játékot összekészíteni, a szint úgy oroszok, és akkor véletlenül a sztorit egy kicsit megbuherálták, és az eredeti koncepció háromnegyedét tudták csak megcsinálni, mert közben a Clive Barker Undying hasonló koncepcióban gondolkozott, és az jóval korábban jött ki, és hát abból akkor végül nem lett semmi, mert lejárt a izé használata. Hopp, mindjárt meghalok. Ide-vissza. Igen, ez most egy kicsit ilyen türelemjáték lesz, de most mindenki mondaná, jaj, a konvent szekcióban, hogy jaj, nem így kell csinálni, hanem már rég lepuffantattad volna, meg hasonló. Hatfú, nem értek. Ennyi. És kész. És igen, le kellett őt győzni, hogy használjuk a kártyát, amivel vissza lehet menni. És akkor ennyi volt. The way out of the basement was guarded by that monster, Cerber. Did you kill Cerber? Yes, right. It was the only way I could manage to leave that damn place. And what happened next? Na milyen könnyen kezeli. Nem veszed észre. But every time I found traces of her presence. Are you sure it was her? Yes, I am. And Huxley joined in that game too. It seems to me he sometimes led me. He wanted me to keep up with him. Why did he need to do that? I don't know. Lekerültem ide az alsó részbe. Ó, már alapcuccok. Oké, tökéletes. És azt hiszem, lehet, hogy már át fogok váltani az alapcuccokra. Innentől kezdve... De mindig nem jönnek a lövöldözős ellenfelek. I gave up archaeology when I was a kid. Persze, hogy a patkányoknak is vissza kellett jönniük. Ó,
Na, a vörös hajú zombi csajoknál az a probléma, hogy ők mindig szeretnek így oldalt ugrani, és konkrétan lekerült hozzám egy szinten lejjebb. Ezt kéne megnyomni. De még jó, hogy még ezt észre is vettem, és azt hiszem kinyílt ez a fal. Most dönts már el, vagy kettő, vagy három ütés kell beléd. Anyám, de mennyien vagytok. Nincs semmi. De nézd meg! Ott teljesen tök tiszta volt, és most megint itt van. Aha, ez kell. Kulcs a templomhoz. Gondolom ez nyitja ki. Vagy azt az ajtót, ahol megnyomtam a gombot. Mentsünk. Nem, hát akkor meg vissza kell menni egy másik irányba, ami effektíve ajtót nyit. Néha előfordul a játék, így váltogatja az FOV-t. Néha egy picit így zsugorodik, aztán visszaáll. De most visszatörtem a kriptás részre. Akkor várj, egy kicsit előre haladok. Aha, aha. Klippeltessük át magunkat, oké. Aha, itt van egy szöges drótos rész, az nyilván fal. Itt nem lehet tovább menni. Akkor mi van, ami még nem vettem észre? Hoppári, valami piros cuccot láttam, igen, ezt fel lehetett dönteni. És ott van egy... Ez egy sisak. Ludwig maszkja. Ja, ezeket így el lehetett tölni. Lökni. Éjjelátó... Ja, ez a dupla sebzés, Ludwig maszkja. Minden ellennel 70 sebzést ad le. Ja, ez a voodoo baba. Oké. Okay. Hol, mi volt azon, hová még nem mentem be? Emlékszem, itt jöttem. Itt találtam meg a kulcsot. Akkor a másik irányba kell menni. Igen. Ha-ha. Esetleg. Igen, itt még nem voltam, de megint a köcsök kötelező patkány. Anyjába. Ott lenn nincs semmi, úgyhogy jobb is, hogy fölfele haladtam. Csak egy patkány volt. Aha, ott alatta voltak cuccok. De már nem is kell az interakcióba lépnem, vagy elütnöm a ládát. Már rögtön felveszem a cuccokat. Nem ez az ajtó az? Amit ki kéne nyitni? Akkor micsoda? Akkor vissza. Akkor van az a másik átjáró. Megint. Valamikor két ütés kell neki, valamikor csak három. Döntsed már el!